Ezt a kápolnát a 19. század második negyedében magánvagyonából építette Farkas Ferenc, székesfehérvári nagypréposzt. A megyei levéltárnak otthont adó épület valamikor az Irgalmas Rend nőnevelő intézeteként működött egészen 1948-ig, az iskola államosításáig. Ezután kapott itt helyet a megyei levéltár. Az idők folyamán azonban olyan mértékben megromlott az épület állaga, hogy fel kellett újítani. Ekkor állították helyre a kápolnát is. Most pedig kiállítást nyitottak benne augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén. Azt hiszem, hogy nagyon élő a Mária kultusz, ahogy most ez a kiállítás is ezt bizonyítja. A 26 művész Mária képét, szobrát, domborművét megtekinteni. Olyan sokan jöttek el ide, hála Istennek. Kápolnába, hogy alig fértünk el. A tárlat számára Szent István városa méltó és természetes kiállítóhely. Ezt már Brájer Éva alpolgármester mondta, aki minden követ megmozgatott, hogy a Boldogasszony eszmeiség tárlatra találjon a koronázó városban. Akik figyelik a város és a megye közös ünneplését, a programot, azok azt hiszem, hogy annyi változást tapasztalhatnak, hogy igyekeztünk a történelmi múltra nagyobb hangsúlyt fektetni, tisztelve a Néptáncfesztivál elmúlt 15 évét és annak hagyományait is, azt természetesen megtartva, de szeretnénk megmutatni a városnak, hogy ez ennél azért sokkal többről szól, és azt gondolom, hogy mind a csontok, az osztárium megnyitása, mind a romkertben a szakmai idegenvezetés, vagy ennek a kiállításnak a mai megnyitója is ennek a programsorozatnak a része. A város és a megye együttműködését jelzi az is, hogy a tárlat védnökségét Cserpalkovics András polgármester és Varga Tamás a megyei közgyűlés elnöke közösen vállalta. A kiállítás 7 országban, 20 helyszínen hagyományainkat, értékeinket, összetartó érzelmi és szellemi kötődésünket felmutatva járja be a Kárpát-medencét.